Üdvözöllek a konyhámban! Ma spagetti carbonárát fogunk készíteni. A hozzávalókat már előkészítettem, nézzük, mi kell hozzá. Spagetti carbonara két személyre. Vegyünk 20 deka spagettit, 1 decilitárnyi olívaolajat, ízlés szerint sót, borsót, 1 kereszt fokhagymát, 1 egész tojást és 2 sárgáját, 8 deka parmigiano reggiano sajtot, 10 deka füstölt kolozsvári szalonnát, helyettesítendő az olasz érlet toka szalonnát. Amíg a tészta főzővize felfor, a füstölt szalonnát egyenletes csíkokra vágom. A forrásban lévő sóval ízesített olívaolajos vízben a spagetti tésztát kifőzöm. Amíg a tészta fő, egy edénybe olajat öntök, hozzáadom a csíkokra vágott füstölt szalonnát, és szép egyenletesre pirítom. Amíg a szalonna pirul, felütök egy egész tojást, és hozzáadom 2 tojás sárgáját. A tojásokhoz hozzáreszelem a parmigiano reggiano sajt felét, ízesítem egy kevés sóval, fűszerezem őrölt borssal, és az egészet jól összekeverem. A szalonnán közben lepirult, hozzáadom a kifőtt spagetti tésztát. Az egészet jól összekeverem, gyorsan hozzáleszelek még egy kereszt fokhagymát, amit el is hagyhatunk egyébként, még egy kavarás, és a tüzet elzárom alatta. A tésztára ráöntöm a sajtos, tojásos keveréket. Az egészet gyorsan összekeverem, adok hozzá még egy keveset a tészta főző vizéből, hogy még szaftosabb legyen a tésztánk. És tálalhatunk. A tésztára bőségesen reszelek még a maradék sajtból. Megszórom még egy kevés, durvára őrölt borssal, és rászórom a maradék pirított szalonnát. A carbonarához jól megy egy pohár cserszegi fűszeres. Legyen ízes a napotok, találkozunk legközelebb, sziasztok!